Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megemlékeztek a gyulai tragédiáról, a helyi önkormányzat támogatja a gyászoló családokat. Több százmillió forintos fejlesztés, kívül belül megújult a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola. Állatok világnapja, az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Őszi hacacári Tolnán. Különleges zenei és gasztronómiai programokkal készülnek október 8-án a városban. Megemlékezést tartottak Gyulajon a múlt héten elhunyt három fiatal tiszteletére. A község önkormányzata 100 000 forint temetési segéllyel támogatja a 65-ös úton Som és a Darány-pusztai elágazás közötti útszakaszon életüket vesztett három férfi családját. Személyautójuk eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött egy teherautóval. Az autóban öten utaztak, a legfiatalabb 17, a legidősebb 27 éves volt. Gyertyák, mécsesek, virágok Gyulai központjában a keresztnél, ahol arra a három fiatalra emlékeztek, akiket hirtelen ragadott el a halál szeretteiktől. Az egész közösség gyászol, hiszen a családon kívül mindannyian jól ismerték a 20-as éveikben járó férfiakat, tudtuk meg a település polgármesterétől, Selmeci Lászlótól. Az önkormányzat próbál segíteni, és segíteni is fog mindenféleképpen. Itt tudunk segíteni a temetésben, és a most ők igaziból nem duskálnak az anyagi javakba, és minden helyzetből segíteni kell őket, így ha például aki még nem halt meg és a kórházban ápolják, őnekik is rendkívül is segélyt fogunk adni. És a temetéshez is úgy gondolom, hogy teljes mértékben fogjuk tudni állni a temetkezési összeget. A tragédia az egész falut megrázta, ami nem csak anyagi kiadást ró a családokra, a lelki terhet egy életen át cipelniük kell, de a feldolgozásban is számíthatnak a segítségre. A pszichológus kiment a családokhoz, és próbálta őket vigasztalni, vagy úgy elmagyarázni a dolgokat, hogy kicsit talán túl lesznek rajta, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon nehéz, mert ilyen, ez nagyon mélyen érinti a családokat, a közvetlen hozzátartozókat, sőt, mert itt nagyon sok rokon van, és itt majdnem mindenki ismer mindenkit, úgyhogy ez tényleg mindenkinek egy nagy fájdalom. A 65-ös úton, Som és Darány-pusztai elágazás közötti útszakaszon történt balesetben három gyulai férfi vesztette életét, mikor személyautójukkal egy tehergépjárműnek ütköztek. A baleset következtében az autó ketté szakadt. A megemlékezésen, amit az elhunyt fiatal emberek emlékére tartottak, az egyik édesapa könnyeivel küszködve, elcsukló hangon mondta el a gyászolóknak, hogy itt mindenki áldozat, mindenki rokon, mindenki barát. Egy falu gyászol, a helyiek döbbenten állnak a történtek előtt. Az elmúlt három napban 1492 új megbetegedést igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 824.876 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.230 főre emelkedett. 560 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 87-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.895.000-en kaptak. Tolna megyében 6 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén, így a járvány kezdete óta összesen 17.936-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Több százmillió forintos fejlesztést adtak át a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában. Az intézményben a tantermek és a vizes blokkok újultak meg, továbbá az udvaron többek között egy különleges alagúttal ellátott futópálya készült. A hivatalos átadóval egy időben jótékonysági futást is szervezett az intézmény alapítványa. Isten áldja meg azokat, akik ezen a helyen élik át a mozgás és a játék szeretetét. Aradi András evangélikus esperes áldásával kezdődött a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában lezajlott fejlesztések hivatalos átadója. Karl Ákos, a Keka Group Kft. Ügyvezetője azt mondja, a több százmillió forintos beruházás során belső és külső felújításokat is végeztek egyaránt. Az intézmény falain belül megújultak a vizes blokkok, 4 osztálytermet és 2 szaktantermet alakítottak át, továbbá modern digitális eszközökkel szerelték fel a helyiségeket, illetve a teljes udvari részt is korszerűsítették. Rekordhálós futópálya készült, a teljes parkosítás, egy külön focipálya, futóalagút készült, illetve 2 teljesen új
kisgyerekek számára is használható játszótér került átadásra. A munkáknak a vége az gyakorlatilag most még zajlik a következő 1-2 hétben, aztán teljes egészében átadásra kerül majd a gyerekeknek. A hivatalos átadóval egy időben jótékonysági futást is szervezett az iskola alapítványa. Az átmozgató közös bemelegítést követően a legkisebbek egy kört kocogtak az új pályán. Továbbá voltak, akik a városban, a legbátrabbak pedig egészen Majosig futottak, illetve gyalog is megtehették az utat. Az iskola alapítványa így tud pénzt gyűjteni, mert hát nem titok, nem titkolt szándékkal. Azért az emberek, az idejáró szülők is nagy részt kivették a részüket a támogatásból, a környékbeli és a helyi cégek, és hát reményeink szerint majd még esetlegesen pályázat útján még tudunk még támogatást szerezni, hogy ez a több százmilliós beruházás kifizetésre kerüljön. Andorka Gábor elmondta, hogy a jövőben szeretnék tovább fejleszteni az intézményt. Október 4-e az Állatok Világnapja. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára és a felelős állattartásra. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság is nagy hangsúlyt fektet ennek hirdetésére, jó kapcsolatot ápolnak és együttműködnek a megyében működő menhelyekkel. Egyik céljuk, hogy felszámolják az állatokkal kapcsolatos bűncselekményeket. Ő Zsömi, akinek néhány hete még veszélyben forgott az élete, mert zavarta az egyik Tolna megyei falu lakóit. Ma már boldogan szaladgál az amúgy nagyon barátságos és szeretetéhes kutya. 1931 óta ünnepeljük Assisi Szent Ferenc tiszteletére október 4-én az Állatok Világnapját. A szerzetes már a 13. században azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Zsömit Német Ágnes önkéntes állatvédő vette ideiglenesen magához, amíg szerető gazdákra nem talál. Ágnes azt mondja, egyre többen fogadnak örökbe menhelyről állatokat, de ennek ellenére még mindig nagyon rossz Magyarországon a helyzet. Mindenki felelősen döntsön arról, hogy mikor fogad magához állatot. Mert ha már az meg fogalmazódik benne, hogy hát van ez, meg az, meg ez miatt időhiány, vagy bármi pénzhiány, akkor ne. Addig ne fogadjon magához állatot, amíg nem tudja biztosítani neki azt, hogy teljesen olyan körbe élhet, mint egy családtag. Az állatvédő azt is hozzátette, hogy az egyik legfontosabb lépés az állatok ivartalanítása lenne, hogy ne születhessenek nem kívánt kölykök, akik aztán később az utcára kerülnek. Az Állatok Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és az állatok közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság is nagy hangsúlyt fektet ennek hirdetésére. Több előadást is tartottak már a témával kapcsolatban megyeszerte, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Az óvodásoknál nagyon fontos, hogy az alapvető szükségletekkel legyenek tisztában, hogy egy állat mit igényel, enni, inni, adni neki és megfelelően tartani, míg a felnőtt lakosságnál egyenesen a jogi következményekre is kitérünk arra, hogy bizonyos jogellenes cselekvések milyen következményekkel járhatnak. A bűnmegelőzési alosztály vezetője hozzátette, a rendőrség célja az, hogy alakítsa a lakosság állattartással kapcsolatos gondolkodását, és hogy csökkentsék a négylábúakat érintő bűncselekményeket. Az Állatok Világnapja alkalmából egy nyereményjátékot hirdettek közösségi oldalukon, egy frappáns állatvédelmi szlogennel és egy a házi kedvencről készült fotóval lehetett indulni. A három legjobb kép és szlogen beküldője értékes bűnmegelőzési ajándékcsomagot kapott. Hétfőtől igényelhető zöld csokk kölcsön, ami jelentős pénzügyi segítséget jelent a családoknak az energiatakarékos új otthonok építéséhez, és ezzel hozzájárul a klímavédelmi energiahatékonysági célok teljesítéséhez is, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közleményében azt írta, a Magyar Nemzeti Bank által bejelentett október 4-én induló 200 milliárd forint keretösszegű NHP zöld otthon program keretében maximum 2,5%-os kamat mellett és legfeljebb 70 millió forint összegig vehető igénybe a hitel zöld otthonok építéséhez és vásárlásához. Tolna lesz az egyik helyszíne az őszi Hacacáré nevű ingyenes országos koncertsorozatnak. A város főterén október 8-án pénteken két sztárfellépő, Charlie és Tóth Vera lép majd színpadra,
de a helyi ifjúsági fúvószenekar is koncertet ad. A szervezésben részt vesz a Dunamenti Polgári Egyesület is. Berta Zoltán, az elnökük azt mondja, a zenei programok mellett gasztronómiai és családoknak szóló eseményekkel is készülnek. Itt a Tolnai Hősök terén rendezik meg pénteken az őszi Hacacári nevű ingyenes koncertekkel tűzdelt családi programot. Délután 3 órától a helyi ifjúsági fúvószenekar tagjai adnak koncertet, 18 óra 50 perctől pedig Tóth Vera lép színpadra, őt 8:45-től Charlie követi. A szervezésben résztvevő Dunamenti Polgári Egyesület elnöke azt mondja, a zenei programok mellett kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és gasztronómiai különlegességekkel is készülnek. Készülünk street fooddal, szekszárdi borászok fognak jönni kiváló szép boraikkal, illetve a büfé választék is helyi vállalkozók által szélesebb, színesebb lesz, mint a korábbi rendezvényeken szokott lenni. A Tolnai Hősök terén a szervezők igyekeznek a lehető legtöbb sörpadot és asztalt felállítani, hogy a résztvevőknek minél több lehetőségük legyen egymással beszélgetni, miután a járvány miatt erre sokuknak régóta nem volt lehetőségük. Sok vendéget várunk, nem csak Tolnáról, hanem a környező településekről, sőt, ismerősök a megye számos pontjáról hívtak már, hogy a részletes programról tájékoztassam őket. Az őszi Hacacári nevű országos koncertsorozat kapcsán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebookon közzétett videójában néhány napja arról beszélt, hogy az ingyenes programok fő célja az összetartozás élményének erősítése, amit ismét személyesen együtt tehetünk meg. Nehéz és megpróbáltatásokkal teli év van mögöttünk, hiszen a koronavírus járvány rányomta bélyegét a mindennapjainkra. Ugye az elmúlt másfél évben sokszor elmaradtak a koncertek, a hagyományos fesztiválok, a kis közösségek tradicionális eseményei, a búcsúk vagy éppen a falunapok is. Az őszi Hacacári koncertsorozatot az ország több mint 130 településén szervezik meg október végéig. Idén 47. alkalommal rendezték meg a Gemenc nagydíj kerékpáros versenyt. Annak ellenére, hogy az utolsó pillanatban döntöttek a verseny megrendezése mellett, a hazai élmezőny részt vett a viadalon, és számos külföldi csapat is képviseltette magát. A verseny ezúttal osztrák sikert hozott. Tavaly a koronavírus járvány miatt elmaradt, és idén is csak az utolsó pillanatban született döntés a Gemenc nagydíj kerékpáros verseny megrendezéséről. A jelentős hagyományokkal bíró, nemzetközileg is rangsorolt viadalra, így a hazai élmezőny tagjai jöttek el inkább, mint a külföldiek. Ennek ellenére néhány magasan jegyzett határon túli egyesület tagjai is nyeregbe szálltak. A rendezés felelősségét ebben az esztendőben a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Vállalta fel. Szőke Gergő igazgató azt mondta, a város számára is fontos, hogy egy ilyen tradíciókkal bíró verseny ne szűnjön meg. Úgy gondoltuk, hogy valakinek ezt föl kell karolni, ezt a rendezvényt, hogyha már 46 alkalommal megrendezték, akkor legalább az 50. jubileumi nagydíjig jussunk el. Picibe gondolkoztunk idén, hiszen a Covid után hirtelen kellett gyorsan megrendezni a Gemenc nagydíjat. A pénteki nyitószakaszt követően szombaton a 108 kilométeres sárközkörön mérték össze tudásukat, majd a szokásos háztömb körüli versenyre került sor a sportcsarnok körül. A verseny igazgatója Steig Gábor azt mondta, a lehetőségekhez képest magas színvonalú nagy díjat sikerült megszervezni. A elvárt 80 induló helyett az idén 51 néhányan jöttek csak el, tehát mindenképpen más a... Az időpont más, az útvonal és sajnos a részvételi szám is más, viszont azt mindenképp sikernek gondolom, hogy megtartottuk a versenyt, lebonyolódott. A 47. Gemenci nagydíjat az osztrák Pajek Luka nyerte meg, a legjobb magyar Szatmári András a harmadik helyen végzett. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Együttérző civilek a meghurcolt pécsi tanárért álltak ki a Kertvárosban. Roma nemzetiségi támogatások 620 millió forintos keretösszegre pályázhatnak a szervezetek. Megtartották dolgozóikat, csarnokot fejlesztettek, a járvány sem állíthatta meg a pécsi céget. Politikamentes, békés, civilek szervezte, szimpátia tüntetést szerveztek a Pécsi Nevelési Központhoz péntek késő délutánra. Jancsula Dezső melletti kiállásukat akarják így kifejezni a résztvevők. Jancsula Dezső az a pedagógus, aki tavaly szeptemberben meg akarta akadályozni, hogy az iskola területén dohányozzanak 10 éves fiatalok, akik nem is az intézmény tanulói.
Az egyik rendbontót táskája pántjánál fogva visszatartotta, hogy az igazgatóhoz vigye. Az ügyben lezajlott bírósági eljárás szerint ezzel bűncselekményt követett el a történelem szakos tanár, ezért indoklás nélkül elbocsájthatják állásából. A helyszínről munkatársunk tudósított. Már majdnem 3:45 van, és még mindig érkeznek a szimpátia tüntetők ide a NEFKO-hoz, hogy Jancsula Dezső mellett kiálljanak. Itt áll mellettem a pedagógus, akit egy bírósági tárgyaláson meghurcoltak, illetve hoztak egy olyan ítéletet, ami miatt akár az állását is elveszítheti. Először is az lenne az első kérdésem, hogy mit szólsz ez a tömeghez, hiszen itt legalább 400-500-an vannak, és folyamatosan érkeznek még. Hát egyrészt meglepő, másrészt nem meglepő, mert ugye maga az ügy túlmutat rajtam, és azt hiszem, hogy mivel közérdekű ügyé vált az egész, illetve megérezték benne az egyediségen kívül azt, hogy itt valami általános jelenség. És ez nem nevelési központ, nem csak Pécs, nem Kertváros, hanem ez egy általános jelenség, hogy az eldurvuló világunkban az eszköztelenné váló munkahelyükön, közterületen eszközszerű váló emberek, és nem csak pedagógusról van szó, szóval bárki felnőtt, ha fel akar lépni, hogy ezzel néz szembe, hogy vagy közömbös lesz, és akkor megfelel a úgymond hivatalos elvárásoknak, nem ütközik törvénybe, ha meg nem közömbös, akkor egyszerű jogérzéke alapján lép valamit, ami alapján büntethetővé válik. És ez a kettő nem fér meg az emberekbe, ugyanakkor nem tudják egyedileg kezelni, és ezt érezhették meg, hogy így viszont kifejezhetnek valamit ez irányú vágyaikból közösen. És ugyebár a bíróság a személyszabadság korlátozásában talált bűnösnek, ez pedig bűncselekménynek számít, és ezért az iskola mérlegelés nélkül felmondhatja az állást. Igen, nem az iskola, hanem a munkáltató, a klik fel kell. Tehát nem ismernek engem a tankerületnél, tudják, hogy nem váltam alkalmatlanná tanításra, hanem ő neki nincs mérlegelési joga, mert az egy másik törvény. Tehát hoz a bíró az ügyész bead egy beadványt, a bíró ítéletet hoz, és ennek következtében a munkáltatóm kell, hogy bocsásson mérlegelés nélkül. Köszönjük szépen, és hát sok sikert, és várjuk a következő fordulót. Ezt a szimpátiatüntetést civilek szervezték, akik felhívták a figyelmet arra, hogy ez legyen politikamentes, erőszakmentes tüntetés, egyszerűen csak kiállnak a tanár mellett, Jancsula Dezső mellett, hiszen szerintük valami sérült, és ezt szeretnék tudomására hozni az egész országnak, ezért jöttek el ma 400-an, 500-an ide a NEFKO mellé. 620 millió forintos keretösszeggel hirdették meg szeptember 28-án a roma nemzetiségi támogatásokat. A 2022-es évre vonatkozó programok megvalósítását segítő projekteket 4 területen igényelhetik civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és non-profit cégek. Ezek a kulturális programok támogatása, a civil szervezetek működése, a táborosztatás, valamint a pedagógusok továbbképzése. A részletekről Pécset hallhattak tájékoztatást az érdeklődők. A most indult pályázati lehetőségekről kaptak tájékoztatást azok, akik ellátogattak a pécsi Gandhi gimnáziumba. Az iskola adott otthont ugyanis a roma nemzetiségi támogatások elnevezésű fórumnak. Szeptember 28-án már megjelentek azok a pályázatok, amik a 2022-es évi programok megvalósítását segítik. Ezeket civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és non-profit cégek igényelhetik. 620 millió forintos keretösszeggel hirdettünk pályázatot, 4 alprojektben, az egyik a roma kulturális események támogatása, a második a táborosztatási pályázat, a harmadik pedig a civil szervezetek támogatásán túlmenőleg pedig, illetve a negyedik alprojektben pedig a pedagógusok továbbképzésének lehetősége. Sztojka Attila beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy még korábban kisebbség megnevezéssel illeték többek között a cigányságot is, úgy néhány éve már a nemzetiségi jelzőt használják. Ez a főigazgató szerint a helyes megfogalmazás, hiszen egy nemzet abban mérheti nagyságát, hogy a különböző nemzetiségek milyen értékekkel egészítik ki azt.
A kormánybiztos kiemelte, hogy az elmúlt 10 évben erőteljesebbek lettek a roma civil szervezetek, és minőségibb munkát is tudnak végezni. Köszönhetően egyrészt a kormányzati támogatásoknak, köszönhetően egyrészt pedig annak a sok esetben pályázati dömpingnek, vagy esélyteremt intézkedéseknek, amelyek kihatnak a közösségre is, és így a társadalomra is, és ebben lényeges elem az is, hogy nem pusztán csak rászorulóként tekintünk az emberekre, hanem résztvevőként, ha úgy tetszik, szakpolitikai alkotóként is. Ehhez járulnak hozzá a roma nemzetiségi támogatások. Baranyában egyébként országosan a legtöbb pályázatot nyújtották be 2020-ban. 309-ből 226 nyertes projektet támogatott a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. Naponta 150-200 oltást adnak be mostanában a Somogy megyei Kaposi Mór Oktatókórházban. Az érkezőket minden nap várják, az intézményi oltóponton még a hétvégén is első, második és harmadik körös oltások felvételére is van lehetőség. Mindjárt megleszünk, jó? Egy pillanat az egész. Naponta 150-200-szor is elhangzik ez a mondata a Kaposi Mór Oktatókórházban. Ennyien veszik fel ugyanis átlagban valamelyik vakcinát. A fiatalok közül is sokan oltakoznak, mert nem szeretnének online oktatást. Most kerültem középiskolába, szeretném megismerni a tanárokat, az új osztályomat és magát az iskolát, és nem szeretnék online oktatást. Többen most kapták meg a második adag vakcinát. A második oltást kaptam, nálunk mindenki bevonultva, tehát az egész család, és hát fontosnak tartom az oltást, mert muszáj. Tehát meg kell védenünk a családunkat is, gyerekünket is. A Kaposi Mór Oktatókórház oltópontjának nyitvatartása alkalmazkodik az oltakozók munkarendjéhez is, és hétvégeken is nyitva van. Első, második és harmadkörös oltások beadása történik, rendelkezésre áll mindenféle vakcina. Az EST oldalán tudnak továbbra is időpontot foglalni az oltakozók. Országosan a beoltottak száma 5.891.000, többségük már a második oltását is megkapta, 784.000-en pedig már a harmadik oltást is felvették. Új csarnokot épített egy gépjármű forgalmazással és javítással foglalkozó cég Pécsen. Karosszéri alakatos és festőműhelyeket alakítottak ki, illetve autómosót és vizsgáztató helységet. A cég vezetője azt mondja, a pandémia az ő forgalmukat is visszavetette, az új autók eladása a járvány legsúlyosabb időszakában 80%-kal esett vissza. Azonban megtartották dolgozóikat, és ez is segített, hogy pályázni tudjanak. Ebből valósították meg a közel 700 milliós beruházásukat, amit pénteken mutattak be ügyfeleiknek és a sajtónak. Új elektromos meghajtású autók a bejárat előtt. Bent meghívott vendégek, üzleti partnerek a pécsi Diósi utcában, pénteken. Új csarnokot épített telephelyén a gépjármű forgalmazással és javítással foglalkozó cég. 1377 négyzetméter alapterületű, ebből 1034 négyzetméter a műhelyek alapterülete. A műhely egy könnyű szerkezetes csarnokrendszer, a kiszolgáló létesítmények pedig klasszikus építési technológiával épültek, készültek. A funkciókat illetően a műhely részben egy 6 állásos karosszélakatos műhely készült, egy 6-7 állásos fényező és fényező előkészítő állás, 3 állásos mosó, egy úgynevezett átmenős műszaki vizsgasor, egy diagnosztikai állás, egy speciális méretekkel. Valamint egy nagy teherautójavító állást is kialakítottak. A vezérigazgató azt mondja, egyedi megoldásokat alakítottak ki a helyiségekben, a legmodernebb technológiákat alkalmazva. Például a mosóban egyedi légcserés megoldást alakítottak ki, így a nedvesség nem okoz gondot még télen sem. Az új csarnokkal meg háromszorozódott a kapacitásuk. A Covid-járvány az új autók értékesítését 80%-kal vetette vissza. Az új beruházások előkészítése is akkor zajlott. A tervezők kiválasztási folyamata zajlott éppen akkor, és ezt megállítottuk, aztán májusban jött egy pályázati lehetőség, amelynek megfeleltünk, mindezzel a koncepcióval, hogy létszám megtartást volt az egyik cél, másik pedig a versenyképesség növelése. Azt gondolom, ez mind a két cél, mind a két pályázati cél megfelel a mi egyébként független céljainktól is. És így sikerült egy pályázaton forrást nyernünk a kivitelezéshez, aztán felgyorsítottuk a folyamatot, és ennek köszönhetően állunk most itt.
Összesen 700 millió forintos fejlesztést hajtottak végre. Ebben az épület és a gépészet kialakítása is benne van. Egyébként a cég tavaly 8,4 milliárd forintos árbevételt ért el. Az új csarnok várhatóan 2022. februárjában nyit. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Megemlékeztek a gyulai tragédiáról, a helyi önkormányzat támogatja a gyászoló családokat. Több 100 millió forintos fejlesztés, kívül belül megújult a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola. Állatok világnapja, az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Őszi hacacári Tolnán különleges zenei és gasztronómiai programokkal készülnek október 8-án a városban. Kedden a napos, szeles, tovább melegedő időre készülhetünk, de fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, éjszaka csillagfényes idő várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!